A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, kedves nézők, a Fehérvár Televíziót látják, hallják a Kezdőkör című sportos kibeszélő műsort, amely az előző két adásban tulajdonképpen ilyen tragikus hangvételbe fordult, vagy fordulhatott volna, hogyha nagyon rágörcsülünk az eredmények hiányára. Az a jó hír, hogy végre tényleg tudunk győzelmekről, bravúrról, optimista témákról is beszélgetni. Ehhez képest vendégeink gyakorlatilag felvették a halottak napi egyenruhát, ha végignézek a stúdión, csupa feketét látok, de ez csak véletlen, és nincs összhangban, ahogy mondtam, a mai témánkkal. Beke Zsombort köszöntöm, a Fejér megyei Hírlap és a Feol sportszerkesztőjét, Farkas Szilárdot, kollégánkat a Médiacentrumtól, és Horog Lászlót, mindenkinek a kollégáját minden média cégtől. És én sötét kékben vagyok. igen, hát mondjuk én akkor ehhez képest világos kékben. Na, szóval hát tényleg van hál' Istennek olyan történés is az elmúlt napokból, ami szerintem mindenkit meglepően pozitívan és szépen alakul, de még mielőtt erről beszélnénk, azért kihasználva, hogy egy eléggé speciális napra esik a mai adás, és ez a felvétel is itt az adásnap délelőttjén. Ugye Valentin napról beszélünk, tulajdonképpen tényleg a sport és a szerelem a párkapcsolatok, vagy a sportok a párkapcsolatokra gyakorolt hatásáról is beszélhetnék. Lehet, hogy ez nem lenne olyan vidám, nem tudom, hogy ezzel milyen tapasztalatai vannak vendégeinknek, de olyan emlékünk nyilván mindenkinek van, hogy a sportot és a szépséget és a női nemet összekapcsoljuk, hiszen csodálatos sportoló nőket tudunk említeni, akár pályafutásuk eredményeik, akár a külső jegyeik alapján, akik tényleg megérdemlik a szép szavakat és a vonzalmat is akár. Úgyhogy gondoltam, hogy nyissunk egy olyan körrel, hogy ki volt életetek nagy sportoló nője. Nem tudom, ki milyen párkapcsolatban él jelenleg, mondjuk Szilárdról éppen tudom, úgyhogy neki majd óvatosan kell fogalmaznia. De hogy volt-e olyan, ami tényleg így nem úgy meghatározó, hogy tényleg érzelmileg, de hogy úgy emlékeztek rá, hogy azért ő egy nagyon jelentős vagy akár serdülésetekben meghatározó szereplő volt sportolóként? Nekem őszintén legelőször nem sportoló jut eszembe, hanem sporthoz kapcsolódó személy, ugye nem régben Shakira lett szingli, és hát ha már szingli lett és Piqué dobta, akkor már rögtön küldenék neki egy szál csokorvirágot. Igen, hát ugye az a kérdés, hogy a Ferrarit vagy a Twingo-t szereted jobban, nem tudom, hogy ezt van a családban Renault, úgyhogy fel lehet tenni ezt a kérdést. Azt jó tanácsként tudom mondani, hogy ha esetleg össze is jön valami Shakirával, annál komolyabb méltósággal szakítsatok majd, mint ahogy most jelenleg Piqué teszi, aki tényleg itt az év bohózatát meg szappanoperáját hozza össze. Szilárd, neked a sportpályán akadt azért? Hát a sportpályán akadt, csak nem itt a közelben. Mielőtt megismertem a feleségemet, azt gondoltam, hogy annak Kurnyikova a legszebb nő a világon. Ugye, hogyha az ember teniszt akart nézni, akkor nem őt nézte meg, de hogyha valami csodálatos látványt akart látni a teniszpályán, én úgy gondolom, hogy én 13-14 éves voltam, amikor ő pályája csúcsán volt, és minden róla szólt a teniszben, bizonyos szempontból. Van ebben a férfiúi serdülő érés korszakára. Igen, sokat segített nekem átszellemülni. Szóval neki küldenék virágot. Hát a mai napig emlegetik legendás szépségként, amiről én nem tudom, hogy meg vagyok egy győződve, bár kétségkívül egy modell alkat és tényleg egy nagyon mutatós sportolónő volt, viszont hát tényleg ő volt talán az első, akiről úgy emlékezünk meg, hogy sportolói képességei messze fölé emelték a külsőségek, ami miatt ő egy ilyen fajta bulvár vagy idol karriert be tudott futni. Mert hát legyünk őszintén, egy teniszezőként, bár persze bellenni akár a 100-ban, akár 50-beni világranglistán az azért ide nekünk, tehát leszólni nyilván nem szabad, de hát nem aratott nagy győzelmeket a pályákon. Viszont tényleg a mai napig úgy emlék, hogy a Kurnyikova, az orosz szépség. Laci, te azért mondjál már valakit a mikorosztályukban, a fiatalok olyan... Én Jármila Kratochvilova. Lelőtted a poénomat. Ezért vagyok még 54 évesen is szűz.
Atléták közül nekem voltak ilyen tekintetből összeomlás, hogy Marlene Oti csodálatos, gyönyörű, és ő valóban csodálatos, nő, őt gyerekfejjel állítattal néztem. Aztán a 2005-ös kézilabdában Gro Hammersenget néztem az elsősorból elképesztő állítattal. Hát róla is kiderült, mint Kratok Filomáró, hogy másik kapura futballozik, Anya Edinnek szült gyereket, aki szintén nő, és aztán ahogy Boris Beckert megőrült, én is alig tudtam kezelni, hogy Sabatini is a másik kapura futballozik. Tehát Gabriela Sabatini is egy csodálatos nő volt. Ezek után... De neki női parfümvilág márkája van, nem? Igen, de őt sem a férfiak érdeklik. Hú, tehát Amelie Mori Moreau-ról tudtuk, csak Sabatini egészen elképesztő nőideál volt. És, hát Morezmo és Navratilova ott buktak le, hogy egy kézzel ütötték a fonákot. Ami női sportolótól már főleg így mostanában gyakorlatilag szinte elképzelhetetlen, mondjuk Morezmo tényleg úgy de Moreszból kinézett, hogy egy kézzel hát, ütéde, hogy kívül mit nézek ki, mert például Sabatini egyébként tényleg egy ugyanolyan szépségideál volt, mint Kurnyikova, csak három polccal jobb teniszező egyébként. Ugye, rá is emlékszem, hogy már nagyon kicsi voltam, ő is szép. Argentin, latin szépség tényleg, mintha egy szappanoperából lépett volna elő. Ráadásul azzal a Steffi Graffal vetekedett, hogy tehát, hogy e tekintetben máshogy voltak más polcon klasszisként, mint teniszezőként, meg Graff egyébként mindenkinél nagyobb volt, de hát Sabatini volt tényleg a csodálatra méltó. Érdekes volt, hogy a Kratofilovával én is akartam poénkodni, bár nagyon nem illik. Lelőttem. Viszont őt a mai napig úgy emlegetik, hivatalosan teljesen igazságtalanul, ugye, hogy azért a szocialista éra, hogy mondjam, sportolónő gyártásának volt egy prototípusa, és hogy finoman fogalmazzuk meg ugye az állami és egyéb dopping háttereket, de őről hivatalosan soha nem bizonyosodott be. Az más kérdés, hogy mai napig van érvényes világcsúcsa, tehát bárki bárhogy kokszó, Kratofilovát a 40 év után sem tudja utolérni. Ő fiatalon sem volt szép nő. Tehát... Viszont például is erre emlékezni fogsz, hogy a mai napig ugye az NDK-t emlegetik, mint ez viszont történelmileg bebizonyosodott, hogy az állami háttérre zajlott dopping borzalmaknak az úttörője és első számú fellegvára, és az NDK sportolók közül is tudunk rémisztő példákat emlegetni, így mindenki emlékszik, hogy amikor Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok lett Szöulban, akkor az első dobogón állva alacsonyabb volt, mint a második és harmadik fokon álló kétajtó szekrények, akik az NDK színeiben mögé szorultak. De például az NDK atlétika, tehát hogyha a Kratofilovát Marita Kochal állított párhuzam, aki ugyanabban a korszakban volt, és szintén futott olyan korszakos világcsúcsokat, amiket... Jobban, ő sikeresebb volt. Vagy nem, Marita vagy csak Koch. Nagyon későn döntöttek meg. Ugyanakkor Marita Koch egy kifejezetten filigrán és csinos, szép sportolónő volt. Tehát ő benne valahogy máshogy csapódott le az elvégzett munka, hogy úgy mondjam, a laborokban. Érdekes, hogy... Gerszegi Krisztina Petra Schneiderrel harcolt nagyon sokat háton, és akkor utána később mondták, hogy hát Péter Schneiderrel. Ma már én úgy döntöttem, miután ennyi csalódásért, hogy inkább a futbolista feleségek között kutakodom, azok csodálatos nők, nem is aranyások, és nem a sikerre és a pénzre és a csillagásra hajtanak, és azok biztosan nők. Tehát azok biztosan nők. Egyébként igen, tehát hogyha vissza akarjuk szerezni a férfiúi önbecsülésünket, hogy esetleg bárki azt gondolja közülünk magáról, hogy soha nem tudna modellalkatú, gyönyörű nőket megszerezni, akkor csak rá kell nézni Wayne Rooney-ra, rá kell nézni néhány angol futballistára, akinek hát nem a Clio áll a garázsában finoman fogalmazva, hogy a pikés képet, hanem tényleg ilyen csodálatos extra Ferrari, és arra gondolom, hogy hát akkor legyen nekünk is önbizalmunk. Hát mit tud Rooney? Tehát mit tud Rooney férfiként felmutatni, amit mi nem? Őszintén, de mi az, amitől neki olyan nője lehet? Volt egy angol válogatott futballista, és kérdezték, hogy mi lenne, ha nem lenne labdarúgó, és azt mondta, valószínűleg szűz. Tehát... Hát ez a különböző sportágaknak, ugye majd mindjárt rátérünk a jégkorongra, annak idején, amikor Super Levente Kanadában játszott, voltunk kint nála is Dávid Kornélnél, akkor egyszerre játszottak ugye Kanadában, Kornél a Torontóban, egy filmet forgatni még a Duna TV-vel, és akkor Levivel beszélgettünk, és ő mondta, hogy Kanadában tényleg az van, hogy ha bárkiről tudják, hogy jégkorongozó, akkor akár ondább lehet az ördögnél, tehát ő úgy szemléltette ezt, hogy bemegy egy bárba, és gyakorlatilag akire rámutat. Mert a hokinak Kanadában ekkora kultusza van,
hát, hogy Fehérváron is van-e, nem tudom, ezt majd Zsombortól megkérdezzük, hogy a fehérvári jégkorongozóknak is adott ez a lehetőség. Tehát akkor már költöznék Kanadába. Mert hogy hát azért rajongótábor itt is van, legyünk őszinték, és hogyha megnézzük egy volánmeccset, az elsősorban behajoló, szurkoló, pacsizó, sikítozó nézőknek a legalább az 50%-a szintén hölgy, úgyhogy hál' Istennek elmondhatjuk, hogy a mi sportolóink is vonzák a szebbik nemet. Hát ez igen, ez így van. Na, és akkor ezzel tulajdonképpen első témánknál is vagyunk, mert hogy az elmúlt adásokban tényleg szörnyűködtünk, hogy mennyire nem megy olykora, nem olykor azóta sem a focistáknak, ugye voltak rossz kosár, kézilabda, vagy éppen volán eredmények, és hát alig vártuk, hogy legyen egy olyan pillanat, amikor tényleg valakiről megint dicshimnuszt zenghetünk. Hát nem biztos, hogy bárki azt gondolta, hogy ez az akadémiai hoki csapat lesz, ugye az immár Feha 19 éven szereplő, általam még mindig titánokként emlegetett fiatal csapat, az Erste Liga, még nem is a rájátszásában, hanem a rájátszás előszobájában egészen váratlanul kisöpörte azt a Debrecent, amely szerintem boldogan választotta a Fehérvárt ellenfélnek. Ugye a rendszer az csak azok kedvéért, akik nem tudják, hogy az alapszakasz eredménye alapján a jobb csapatok választottak maguknak ellenfelet. Itt most négy csapat azért harcolt, hogy bejusson aztán abba a rájátszásba, ahol majd megint kiválasztja őt valaki. Hát nem tudom, mennyire volt benne ez, hogy a Debrecen, amely azért jóval a Fehérvár előtt végzett ugye pontszámban a bajnokságban, ennyire simán ki lesz söpörve. Gyakorlatilag három meccsen, ugye először egy hosszabbításos, aztán egy nagyon sima debreceni győzelem, mármint Debrecenben elért győzelem, és aztán itthon pedig megmutatta a csapat, hogy amikor küzdeni meg, fordítani kell, akkor is helyén van a szíve. Hát Zsombor, ennek a csapatnak egyébként a sajtósa, úgyhogy biztos testközelből láttad, hogy egyáltalán készültek-e erre, vagy bárki gondolt-e arra, hogy ennek ilyen meglepően sima vége lehet? Hát szerintem, hogy 3-0-ás söpréssel tovább jut a Feha 19, azt senki nem gondolta. Én személy szerint titkor reménykedtem abban, hogy egy nagyon szoros párharcot vívhatunk, és még egy kiki negyedik-ötödik meccsig el lehet húzni ezt a párharcot, és ott talán kis szerencsével tovább is juthatunk. Mindegyik meccset volt szerencsém látni, akár streamen, akár élőben. Az a két debreci találkozó az tényleg lenyűgöző volt. Azt látni, hogy a fiatalok egy nagyon rossz szériából kiindulva, érkezve, nagyon összekapták magunkat. Tehát koncentrációba, taktikába, mindent betartottak, amit az edzői stáb kért. Gyakorlatilag a 6-0-ás mérkőzésen a Márkus Leventének az első két harmadban alig volt dolga, olyan, amikor bravúrt kellett bemutatni. De ez igaz volt az első mérkőzés nagy részére is. Tehát jól tudom, ott a 6 debreceni harmadból 4-be majdnem kétszer annyit lőttünk kapura, mint a Debrecen. És azért ott meg egy Hetényi Zoli állt, aki azért a magyar égkoromnak... A tavalyi Magyar Kupa döntő óta szerintem már én nagyon szeretem Hetényi, de mindenképpen volt egy ilyen, hogy megmutatta, hogy azért ő sem verhetetlen. Hát, ugye tavaly itt valami 60 lövést védett a volán ellen, és úgy tűnt, hogy senki semmilyen módon nem tud túljárni az eszén, de még le is cseréltették a fiatalok Debrecenben. Igen, bár ott állítólag inkább ő mondta, hogy most vele hát lemenne. Hát az úgy szokott történni, hogy kapusnak lesz elege. Kicsit elege lett, hát igen, ott az sokkoló volt. Tehát én a második mérkőzéstől nagyon tartottam, hogy a Debrecent felcukkoltuk, akkor most nekünk ugranak, oda szögeznek a kapunk elé, és erre 12 másodperc után már 1-0 volt ide, és szerintem ott törhetett meg talán a Debrecen, mert azt a harmadot nagyon gyorsan 3-0-ával lehoztuk. És tényleg ott dőlhetett el az, hogy ebből fehérvári továbbjutás lesz. Ja, a fehérvári mérkőzés elején is nagyon gyorsan sikerült gólt lőni, szerintem az is nagyon jó volt, segítette a fiataloknak, hogy egyrészt ne görcsöljenek rá, kicsit ugyanúgy fellélegezve játszassanak, és ne felejtsük el, hogy most végre voltak nézők is a fiatalok meccsén, ami meg szerintem még egy plusz lökéstartást adott. Végén nagyon jó hangulat volt, amikor azért a Debrecen nyomott a végén, hogy egyenlítsenek, és ott tényleg zugott a hajrával az egész csarnokban 700-800 nézőtől, úgyhogy ez mindenképpen szép történet egyelőre. Gondolom, ti se erre számítottatok. Van ennek az ilyen rájátszásos párharcoknak persze egy speciális lélektana, főleg akkor, amikor ilyen a lebonyolítás, hogy még az is benne van, hogy én veled akarok játszani. Tehát azért ez ad egy olyan lelki plusz jó esetben annak a csapatnak, amelyiket ezzel egy kicsit úgy le is becsülnek, bár nyilván mindenki megdolgozott azért a pozícióért, ahol éppen van,
hogy ebből az alapállásból, és persze nézve a másik együttest, én azt gondolom, hogy a Debrecen kellően túlbecsülve a különbséget állt hozzá ehhez a párharchoz. Én biztos vagyok benne, hogy ez így volt, mert nem nagy mellélővés azt mondani, hogy most mi voltunk úgymond a kisebb csapat, és a Debrecen a nagyobb. Nyilván pontosan kijött ez a visszanyalta fagyét effektus, hiszen a csapat összeszedte magát, és megmutatta a Debrecennek, hogy itt nem mi vagyunk a kisebb csapat, hiszen úgymond egy mérkőzésen, igaz itt három volt, de bármi lehet, és mind három mérkőzésre ugyanúgy fel tudta magát szívni a csapat, míg a Debrecen nem tudott kijönni abból, hogy de hát itt nekünk kell nyerni. Na igen, csak a győzelmet nem adják ingyen. Az első meccs nagyon meglepett, és aztán a debreceni ominózus mérkőzésre elmentem kalandvágyból, és valóban olyan érzés volt az embernek, hogy annak a klubnak most nincs gazdája. Tehát nem a fehérvári küldöttséget nem fogadta senki, nyilván nem a küldöttség tagja voltam, de olyan rendszertelen volt az egész. 18. másodperc gól, 5. perc gól, tehát 10 perc alatt a meccs véget ért, kapu mögött álltam, és Hetényi Zoli összetörte az ütőjét, és ő intett a kapus edzőnek és az edzőnek, hogy ő részéről befejezte. A vetközik, küldjék melegíteni a játékot. És akkor én ott mondtam a fehérvári vezetőknek, hogy milyen rend lehet itt ennél az egyesületnél, hogyha így dönt az első számú sztár, hogy ő nem folytatja azt a mérkőzést. És valóban én elhagyatottnak éreztem, és ez akkor mondtam is, hogy ez ebbe a furcsa, vagy valahol szörnyű, hogy ez a Debrecen kettőször megverte a Magyar Kupa döntőbe 3 éven belül a Nagy Volánt. Tehát, hogy milyen hama elindulhat hanyatlás irányába egy klub, ráadásul az alapszakaszban azért annyira nem teljesítettek rosszul, ott valami történt. Ott a helyiek beszélték, hogy edzőbuktatásról van szó. A második meccsen gondolhattunk volna erre, a harmadikon kevésbé, mert itt mindent megtettek, és játszottak egy kimondottan jó meccset a titánokkal, tehát az egy kimondottan élvezetes meccs volt, és valóban jó volt érzékelni azt a nagyon jó hangulatot. Tehát tulajdonképpen a széria harmadik meccsére visszatért az a hangulat, amit az Ebelbe csatlakozás előtt volt már Fehérváron. Tehát 2007 tavaszán, kb. Ez a 7-800 néző, már 15 éven át harcoltunk a Dunai Várossal, a Fradival és a Diósgyőrrel, és elfogytak a drukkerek. Tehát tulajdonképpen a magyar bajnokságra körülbelül, illetve az Alpenligára, vagy a Interligára beállt ez a nézőszám. Tehát tulajdonképpen visszajött a titánok a kicsik által ez a hangulat, tehát nyilván nem mérhető még egy Ebellel, vagy egy Ájszal, de én úgy gondolom, hogy ha ez a csapat folytatja a menetelést, akkor leszünk még jóval többen is. Az érdekes, hogy én csak úgy tényleg az eredményeket követtem az alapszakaszban, itt Zsombor mondta adás előtt, mert ezzel nem is voltam tisztában, hogy az egész alapszakaszban volt annyi győzelme a Fehérvárnak, amennyit most egy hét alatt szerzett ebben a párharcban, tehát 3. De ahogy olvasgattam mindig a nyilatkozatokat, valahogy az volt az érzésem, hogy állandóan, tehát nem ez az agyonverték a csapatot, inkább hol a ruténtalanság, hol az ellenfelek nyilván valamennyivel nagyobb játékereje, de hogy voltak olyan szakaszok mindig, amire lehetett azt mondani, hogy jól csinálták a dolgot a fiúk, hát ennyivel erősebb a mezőny. Azt azért ne felejtjük, itt egy akadémiai csapat van, amelynek kifejezett ugye az politikája és profilja, hogy nevelje a játékosokat egy későbbi magasabb szintre. Ez nyilván kevesebb légióssal jár, mások a célkitűzések, viszont mintha most arra, és főleg ennek a győzelemnek köszönhetően nyilván még inkább, ugyanis hitték volna magukról, hogy hát akár lehet itt bravúrokat elérni. Ugye ez már az alapszakasz végén látszódott, ugye még január legelején volt egy erdélyi túra, az nem sikerült túl jól a társaságnak, de hogy utána nagyon jól elindult az egész brigád fölfele eredményekben. De az utolsó 10-12 mérkőzésen, bár talán összesen egy pontot szereztek a fiatalok, de nem kaptak ki senkitől nagyon zakót, talán egy-kettő ilyen kiugróbb negatív eredmény volt. Tehát bárki ellen, akár a Gyergyóban is játszottak nagyon szoros meccset, Brassóban, a BIA ellen itthon. Szóval az összes mérkőzés gyakorlatilag ilyen egy-egy gólon dölt el, egy nagyon pici hiányzott. Talán az önbizalom, talán egy kicsit a rutintalanság, és pont a Debrecen edzője emelte ki még a párharc első meccse után, hogy azért sem érti a hozzáállását a játékosoknak, mert ő fölhívta erre a figyelmet, hogy nézzék meg az utolsó 10-15 mérkőzést, hogy egy-egy gólon múlott nagyon sokszor, hogy a titánok most nyernek, vagy nem. És hát nyilván nem hallgattak az edzőre, és hát ebbe beletört a bicskájuk, és hát reméljük ez a önbizalom, meg ez a, igazán nincs veszíteni való innentől, meg már főleg nincs a fiataloknak teher nélkül. Játszhatnak egy nagyon jó párharcot, bárki ellen képesek helytállni, én azt hiszem, és bárki dolgát megnehezíthetik.
Nem tudom kérni a beszélgetésből Bauer Tibi kollégánkat, aki most is ott a adáskiadóban keveri épp a képet. Beszélgettünk, mikor kezdődött a párharc, ugye mi tervezzük a felvételről közvetítéseket adásban, és hát tudtuk, hogy lesz minimum 3 meccs, de nagyjából én azt gondoltam, hogy maximum is, csak nem ebben a relációban. És végül Tibi is úgy mondta, hogy hát igen, lesz 2 meccs Debrecenben, egy biztos lesz Fehérváron, azt tegyük be, mert ugye az vasárnap lesz. Hát ha véletlenül nyerünk egyet, bocsánat, ha nem így volt, de nagyjából ez volt a hangsúlyában, akkor lesz hétfőn is. És akkor ezek után, amikor megnyertük az elsőt Debrecenben, akkor mondtam neki, hogy mi van, mi lesz itt? Hát mondom, azért nyilván így most már biztos, hogy lesz hétfőn is meccs, ez a legtöbb, amit ki lehet jelenteni. Szóval szerintem senki még az sem, aki tényleg ideje nagy részét a jégcsarokban tölt, és sokat látja ezt a csapatot, nem gondolta volna, hogy ennek ez lehet a vége. Viszont hol van a vége? Ez most már kérdés. Most jön majd egy újabb kör, ahol megint kiválasztja valaki a Fehérvárt. Nem tudom, hogy bárkinek lesz-e elég figyelmeztető jel ez a Debrecen elleni párharc, hogy esetleg nem minket akarjon feltétlenül. Ugye tegyük hozzá, hogy a megye másik csapat a Dunói Város, aki szintén elég leszakadva volt az alapszakasz végén, ők megkirakták az Újpestet, tehát ott is történt azért Fehér megye, Vár megye, bocsánat, megmutatta erejét. Igen. És hát majd jön ez a választósdi megint. Van-e megérzés, hogy beszélik-e így kulisszák mögött, hogy ki fog minket választani? Itt már a BIA elhangzott, ugye Lajkori nevén MAC, amelyik elvileg most a legerősebb csapat. A Magyar Kupa döntőben ugye a Volánt is sikerült megfricskáznia. Utaznia se sokat kellene, hogyha Fehérvárt választaná, de vajon akarják-e ők ezek után ezt a, vagy látják-e a kockázatot esetleg egy ilyen választásban? Szerintem most bárkivel szemben valamilyen kockázatot jelenthetünk, mert tényleg ez a 3 mérkőzés sem nagyon magabiztos teljesítmény nyújtottak a srácok, de szerintem a BIA rögtön ki fog választani minket, ugye, ahogy említetted, az utazás miatt, azért az alapszakaszban, jól emlékszem, 4-ből 4-szer megvertek minket, abból a pesti meccsek kicsit nagyobb különbségek voltak, igaz a szezon elején, a fehérvári mérkőzések azt hiszem mindegyik milyen 1-1 gólon múlott az is, De szerintem a BIA ki fog, mert ugye a másik verzió, ugye, akik közül még választhatnak, az a Dunaújváros, ahol azért vannak felnőtt válogatott játékos múlttal, vagy játékosok, akár a Varga Arnoldot említve, ők is veszélyesek lehetnek, ugye a Csíkszered, aki a címvédő, illetve van egy Fradi, aki meg hát a Fradi, szóval így ebből kiindulva is szerintem a BIA vagy a Gyergyó, tehát az első 2 helyezett az alapszakaszból valamelyik el fog vinni, elviszi majd a fel a 19-et. Amikor a kicsik nyertek hétfőn, akkor, illetve vasárnap, hétfőn nem volt meccs, kalandvágyban átmentem tegnap a Dunaújvárosba, megnéztem azt a mérkőzést, ami szintén nagyon nagy meglepetés volt, és az egy a végletekig kiélezett küzdelem, és ott a tulajdonossal, Azari Zsoltal ott maradtunk beszélgetni, és mondtam, hogy tulajdonképpen a két megyei alakulatra abszolút jellemző, hogy tényleg a derbi napján kell jól futni. Tehát kis túlzással ők is elengedték az alapszakaszt, és összeálltak a végére, mint ahogy a Kisvolánnál is, tulajdonképpen ezek az utolsó pillanatban hozott igazolások a döntően orosz fiúk mostanra értek be, és nagyon sokat hozzátettek, tulajdonképpen minőségben változott ez a csapat, és a Dunaújváros is tulajdonképpen letudta az alapszakaszt, és kellően élesek voltak erre az időszakra, és ők is nagyon elégedettek, tehát nagyon várják ők is ott is. Hát vagy valószínűleg a Kangyaléka BIA kiveszi a Kisvolánt, ez az életszerű, és ők maradnak a Gyergyónak, bár azt mondják, hogy ők a Gyergyót megverték többször, 4-ből 3-szor, és Gyergyóba is nyertek legutóbb. Tehát a Dunaújváros is úgy gondolja, hogy a Gyergyó nem veszi ki őket, de valószínűleg ők maradnak a Szilasi Zoltán féle alakulatnak. Bár a Kangyal Balázs szempontjából ő megvert a Nagy Volánt másfél héttel ezelőtt. Ha Kisvolánnal szemben, de véletlenül nem úgy alakul, akkor az kellemetlen lehet, de nem gondolnám, hogy ez mondjuk jár a fejébe, hogy én a Nagy Volánt megvertem, emiatt nem választom a Kisvolánt. Bár nem tudom, de mondom, ez a Debrecen-Fehérvár meccs is azért igazolta, hogy roppant kellemetlen tud lenni, amikor kétszer megvered a kupadöntőben a magyar nagycsapatot, és utána kikapsz viszonylag simán a kisebb csapattól. Hát igen, ez megtörtént a MAC-szal is, vagy BIA-val, hogy a biztosnak hit ellenfél ellen lehet ugye nagyot bukni. Egyébként hát megvan a magyarázat, a bravúra, Laci elment Debrecenbe az egyik mérkőzésre, és rögtön megtörtént a elképzelhetetlen, hogy 6-ot ütött, vagy mennyit a... És az első shutout volt a szezonban, igen. Márkus Levin. Megállt a Hetényi mögött, a tarkóján érezte kész, vége volt, második gól után már botot tört. 15 másodperc alatt vége volt a meccsnek. Forogátok 6-ot. Megható egyébként, hogy legyen szó Paksról, Dunaújvárosról, világvárosokról, bárhova mész, egy ügyvezető mindig baráti
gazdag és kedvesen fogad. Nagy örömmel és tisztelettel. Régi sportkapcsolatok ezek. Azt sajnálom egyébként, hogy a Dunaújváros-Fehérvár párosítás az hát egy döntőben elvileg ugye összejöhetne, mert addig kellene azért jutni, mert azért csodálatos régi időket idézne fel. Egy ma már kis ilyen tényleg ilyen historikusnak tűnő jégkoronggal persze, de hát óriási meccseket játszott ez a két csapat annak idején. Egyébként valóban nem voltam, a Covid előtt voltam Dunaújvárosban 3 évvel ezelőtt, és utána azóta egyszer. És tényleg úgy visszaköszönnek a régi dolgok, a teltház, az első bajnoki aranyérmünk. Tehát tulajdonképpen itt 20 évet visszafut az ember az időben, és jó érzések kerítenek hatalmukba. Azt akartam még mondani ennek a témának a lezárásaként, mondtad, amikor a csapat sztárja integette az edzőnek, hogy cseréljék le, meg van sértődve, hogy ott Szilárdnál volt egy magas labda, hogy ott Ronaldot be lehetett volna hozni a témába, de nem fogjuk. Tehát, amikor valaki méltatlan környezetben játszik, tudásához képest a többiek. Mi nem tartunk a focinál, de úgy látom előadod le a papírról, hogy most ez következik. Lesz, igen, futball téma. Már az átkötés része volt, rafináltam. Már csak azért is, mert ugye folytatódik az európai futballtavasz, de azért még mielőtt ilyen magasságokba emelkedünk, hát azért nem tudunk nem beszélni kicsit a Vidiről, tényleg nem sokat, mert lassan azt kell, hogy mondjam, hogy nem az, hogy szót sem érdemel, hanem nem tudunk újat mondani. Megint egy vereség, eléggé drámai körülmények között, és ahogy az edző szavait hallgattam, nekünk ezt a meccset meg kellett volna nyerni, csak nem így alakult. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy gyakorlatilag egy győzelmi pont előnyünk van az utolsó helyezett előtt, és akkor az utolsó előtt itt, ami szintén kieső, azt már nem sikerül ennyivel előzni. Hát én nagyon félre kérdezem, hogy miben lássunk reményt. Persze sokszor mondtuk, hogy ebben a magyar mezőnyben bármi megtörténhet, meg az ellenkezője is, de egyszerűen képtelen meggyőzni a csapat arról, hogy akár egy ilyen kiesés elleni harcot nyugodt szívvel várjunk. A mezőkövesd sem a mezőny eleje. Tehát oké, hogy most ilyen drámai, meg lehet, hogy nem igazságos módon kapott ki a Vidi, de hát mezőkövesden, amelyik szintén menekül a felfelé. Most, hogy kapunk ki, az teljesen mindegy, nem kéne kikapni, és akkor nem kapnánk ki. Ezt most jól megaszontam. Ezt az idézetet, ezt majd felírjuk. Igen, ezt felírjuk. Ezt nem kéne kikapni, szépen. És akkor nem kapunk ki. Kóerő idézet. Amit azt hiszem, hogy a múlt, illetve két adással ezelőtt mondtam, hogy nekünk most nem előre kell nézegetni, hogy majd mi lesz, azt el lehet felejteni, nem hátra kell. Hátra meg már nem kell, mert ott egy kicsit, ugye visszapillantó tükröt fel kellett volna szerelni. Körbe kell nézni. Lassan nem lehet visszanézni, igen, csak körbe. Tulajdonképpen a visszapillantó tükröt fel kellett volna szerelni az elején, vagy elmaradt a bicikli kormányon a felszerelése, nagyon úgy tűnik, hiszen most már ott vagyunk a végén, de még mindig azt mondom, hogyha tényleg az lesz, mert ugye minden csapatnál becsúszik a döntetlen, becsúszik a vereség, aztán most csak mondok 3 számot, hogy 10-2-3, mondjuk ha 10 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség lesz a végén, akkor teljesen mindegy, hogy mikor jöttek be azok a vereségek vagy döntetlenek, csak ugye most nagyon nem úgy néz ki, hogy kicsit megrázza magát a csapat, aztán hip-hop ezt elfelejtjük, és akkor már megindulunk felfelé a tabellán, ugye győzelmekkel, amik ahhoz kellenek, hogy elkerüljük a kieső helyet. Amikor arról beszélgettünk, hogy mi nem fog megtörténni, vagy valami ilyesmi volt a kérdésed a Vidivel, én azt mondtam, hogy nem fogunk kieső helyen állni, vagy hogy nem esünk ki, nem is tudom melyiket mondtam, de körülbelül a 2 hasonlót jelent. Hát most egy hely választ el minket, és te, ahogy te is említetted, nem 3 pont, hanem csak 2 vagy 1, ha én jól láttam, jól tudom. Mégis mindig van az emberek olyan érzés, hogy veszőfutás vagy hullámvölgy az lehet. Ugye előző évben talán még Szabics Imre alatt volt, hogy nem tudom, 6 vereséggel kezdte az évet a csapat, aztán ugye egy új edzővel sikerült valahogy bent maradni, tehát hogy benne van persze, hogy egy csapatnak éppen van egy rossz szériája. A kérdés az, hogy miben lássuk a kapaszkodót. Amikor télen beszélgetés volt Juhász Rolanddal, vagy azóta a szurkolói fórumon a Városházán, mondta, hogy persze dolgoznak a megerősítésen, de nem könnyű idehozni jó játékosokat, pedig hát azt gondolja az ember, hogy hát ha ennek a csapatnak nem megy, akkor sürgősen kéne valami ilyen segítség. Így félig ironikusan mondta, azt hiszem Kajzi, de nem akarom rákenni, mikor itt héten szóba került, hogy 2 magyar játékos jön ugye Újpestről, ez most már félig meddig hivatalos, nem tudom, hogy bejelentik-e, mire az adás lesz, hogy Csongvai és Katona személyében, attól az Újpestől, ahol egyébként Csobót játszik, aki ide meg nem fért be. És akkor mondta, hogy hát magyar játékosok az NB2-ben nem lehetnek külföldiek. Tehát nehogy azért erősítsünk most már magyarokkal, mert készülünk a következő szezonra, de nem az NB1-re. Hát én ugye csak annyit akarok még hozzáfűzni, hogy most nem tudom, hogy milyen a hangulat a csapatnál volt ide, amikor ott dolgoztam, és jobban ráláttam a helyzetre,
voltak olyan vesztes mérkőzések sorozatban, amikor még a Márton éra alatt, amikor tényleg azt kérdezgették egymástól a játékosok, meg az edző, illetve inkább az edzői stáb játékosok, hogy mi a baj, és mindenki csak ingatta a fejét, nem tudták, hogy mi a gond, és ezért a megoldást sem tudták rá megtalálni, ugye az az edzői stáb akkor Mártonnal, és annak elválás lett a vége. Sokáig biztos, hogy nem lehet azt csinálni, hogy hát kicsi döntetlen, kicsi vereség, aztán majd egy kicsit több döntetlen, aztán hát hátfegyelik. Itt az elmúlt években ugye estek ki azért olyan csapatok, egy Debrecen, az MTK ide-oda folyamatosan, miközben ugye akadémiára építés, tudjuk, hogy ott is az lenne a filozófia, hogy jöjjenek a tehetségek. Utolsó helyen áll egy Vasas, hosszú évek után visszaszenvedve magát az NB1-be, az Újpest szintén vérverejtéket izzad, hogy ne essen ki. Tehát itt maga a név, meg az, hogy ennek a csapatnak de jó stadionja van, de sok pénze van, de nagy tumultja van, vagy az, hogy 4 éve a Chelsea-vel játszott a Európa Ligában, ez már senkit nem fog megmenteni. A kérdés, hogy akkor mi fog, de Lacit kell megkérdezni, mert ő jóban van olyan klubbal, ahol edzőt váltottak viszont a héten, ellentétben a Fehérvárral, bevallom, engem meg is lepett kicsit, nem akarok a paksi belügyekbe belemenni, de te látsz azokban a döntésekben, tehát hogy van klub, amelyik még talán nincs is olyan nagy bajban, és mégis azt mondja, hogy na most kell gyorsan torkánál megragadni a problémát. Egy kicsit engem is meglepett a paksi döntés, megint egy személyes... Igen, haraszti ügyvezető úrral nyilván beszélgettél. Nem beszélgettem vele, ellenben amikor elmentem Debrecenbe a Kisvalánt megnézni, akkor Makrai Balázs, aki a cégvezető, a főnök a futballba, én őt fölhívtam, mert mindig mondja, ha arra járok, akkor szóljak. És mondtam, hogy csütörtökön este ott vagyok a jégpályán, és találkozunk, és mondja, hogy későn szóltam meg, a két gyerek a kosárlabda azok nagyon ügyesek, és mindegyiknek meccse volt, egyiknek 6-kor, másiknak 8-kor, a dolog ott eldőlt. De mondta, ha már megyek, akkor maradjak ott, és szombaton nézzem meg a Paks Debrecen, a Debrecen Paksot majd, és beszéljek az ügyvezetővel, Pakson Haraszti Zsolt, akivel hazajövök az autóba. És hát 92. percben még vezetett a Paks, majd utána a 92-95. percben kapott góllal vereséget szenvedtek, és akkor felhívtam a Makrait, hogy talán jobb döntés volt, mert egy nem lett volna jó hangulatú hazaút a paksi ügyvezetővel, és azt a másnap bejelentették az edzőcserét ott. Többen kérdeznek engem, hogy mit gondolok erről. Ott volt egy érdekes helyzet. A külföldi újságírók is téged hívnak, nem is tudják, hogy valaki PAX ügyben meg kell szólalni. A tolnai futball szerelmesei, Holland Antillákról, és ott volt egy érdekes helyzet a Böde Dániel kapcsán, akit gyakorlatilag a Bognár György még használt, és Waltner Robert már nem. És az egy, nem is bomba robbant az öltözőbe, de ott az ketyegett ez a sztori végig, hiszen Böde meggyőződése volt, hogy ő még alkalmas erre, hazament a Fradiból, Waltner nem számított rá, és voltak a régi játékos társai, tehát az öltöző belügyét konkrétan nem ismerem, de ez egy furcsa helyzet, hogy volt egy edzőpárti rész, aki a Waltner menetet, és volt az, aki még mindig úgy gondolta, hogy Böde Dánielnek itt helye lenne. És ez biztos, hogy feszültségeket szült. Hát majd most lesz, azt írják, hogy akkor rögtön változik a státusza, a NB3-as csapat, nem tudom, technikai vezetőjéből visszatérhet a 16-osra. Egy érdekes helyzet volt, és valóban ez biztosan befolyásolta a szereplést, és nem nyertek meccset. A Fradi meccset elmentem Paksra, megnéztem másfél héttel ezelőtt, az elmaradt meccs pótlását, ahol vezettek 1-0, nagyon jól is játszottak, Kinyi góljával, és volt meg egy óriási zicsere Kinyiknek. Ha az belövi, a 70. percben véget ér a meccs, az egész biztos. Ezzel szemben ellenakciónál a Fradi egyenlítő gól, még egy gól, lefújták a meccset, és a lelátón ott többen mondták Waltner kapcsán, hogy rutintalan, rosszul cserélt, nem jól avatkozott be a meccsbe. Utána nem tudták megverni a Kecskemétet, de az olyan időjárás volt, hogy nagy Krisztián nem tudta elvégezni a szögletet. Tehát egy abszurd meccsen csináltak egy döntetlent, majd kikaptak Debrecenbe. A Paks játékában nem volt benne az edzőcsere, viszont amikor egy csapat láthatóan elindul lefele, akkor még egy vereség, és a csapat már menthetetlenül kieső jelölt. Itt jön be ez a fehérvári szel, és csak ezért említettem egyébként a Paksot, nem azért, hogy őket analizáljuk, hanem mert valóban ez a lélektani pillanat, tehát egy rutinos ügyvezető van, nyilván az öltöző hangulatáról mindenről azért érzi, hogy mi a szitu, és azt mondja, hogy na most kell egy sokk a csapatnak, lehet, hogy visszaveszik azt az edzőt, aki előzőleg ment el onnan, ugye Bognár György, és hát itt a Vidinél is ez a kérdés, hogy amikor hullámvölgy van, és amikor érezni, hogy nem megy, és most már arra kell hivatkozni, hogy de nem volt szerencsék, meg de amúgy nekünk kellett volna nyerni, akkor mikor jön az a pillanat, amikor tényleg még meg lehet
valamiféle hasonlót lépni, nem akarom én prejudikálni, vagy hogy ki kellene rúgni az edzőt, de előbb-utóbb valamit csinálni kell. Tehát hogy ez a Vidi mottoja lehetne az elmúlt szezonokban, hogy ezt a meccset is meg kellett volna nyerni. Tehát, hogy gyakorlatilag katasztrofális állapotok vannak, és az a szomorú, hogy tényleg a keret magja még mindig ugyanaz 3-4 éve, és már hány edzőt elfogyasztott ez a mag, és nincs előrelépés se Mártonnal, se a Borisszal, se Husztival, tehát bárkit idehoztak, nyilván nem feltétlenül neves külföldi szakemberekről beszélünk, de azért magyar szinten egy egész jó edzői stáb lehetett mondjuk akár a Borisznál, vagy akár a Husztinál, de nem működik. És egyszerűen nem tudom, hogy itt kit kéne idehozni, vagy mit kéne változtatni, mert ez tényleg most már tragikus. Igen, amikor ugye azt mondják folyamatosan, hogy megérkezik az edzés, várjunk az eredményekre, mert csak most kezdtük az építkezést, nem, ott már megvolt a csapat, nem most kezdték az építkezést, hanem folytatni kell valamit, viszont minden, nyilván így van, hogy minden edző elkezdi a saját taktikáját, saját csapatjátékát felépíteni. Ebből a szempontból viszont tényleg újra kell kezdeni az építkezést, hogy ugye az edző elképzeléseihez kapcsolódjon az, amit a pályán lát, amit a játékosok meg tudnak tenni. De ez szerintem a játékosoknak se jó, hogy körülbelül évente, vagy volt olyan, hogy még évente se, hanem sokkal rövidebb időintervallumban alkalmazkodni kellett egy új elképzeléshez, egy új edzőhöz, nincs meg a folyamatosság, és ez a csapatnak sem tesz jót, a csapattagoknak sem tesz jót. Hát és akkor ugye tényleg a tradíciókról, meg a Fehérváros kötődésről, meg a vezetői adott esetben válságról is nagyon sokat beszéltünk már, nyilván nagyon sok összetevője van ennek. Én tényleg arra leszek kíváncsi, hogy Kajzer Tomi szokta mondani most már visszatérően, hogy nem elég jó ez a keret, nem tudom mihez képest, mert azért az NB1 az nem a bajnokok ligája, amiről mindjárt beszélünk, tehát nem kellene azért itt annyira baromi jónak lenni, hogy mondjuk a kieséstől ne kelljen félni. És amik most történnek akár erősítésben, akár ezzel kapcsolatban, vagy elmaradó erősítésben, ez meg mintha már tényleg azt mutatná, hogy de annyira nem vonzó. És akkor itt most egyelőre tegyük ki a 3 pontot, és nézzük meg, hogy mi fog minket szórakoztatni, meg a foci kedvelőket a következő napokban, hogy visszatér az európai kupa tavasz, a héten 4 mérkőzés játszanak a bajnokok ligájában. Az utóbbi években bevált speciális rendszer szerint úgy elhúzzák, amennyire csak lehet a egyenes kieséses szakasz, tehát a 8 párharcból 4 első meccset lejátszanak ezen a héten, 4-et a jövő héten, aztán majd még márciusban jönnek a visszavágók, szép hosszú lesz. És ugye Milan Tottenham és Paris Saint-Germain Bayern München az adásunk napján a párosítás, hát ebből nyilván a PSG Bayern, ez az egész bajnokok ligája egyik legnagyobb presztízsű és legnagyobb nevű párharca. 2 éve döntőt játszott ez a 2 csapat egymással. Laci a müncheni futball nagy szerelmese. Egy néhány héttel ezelőtt én azt mondtam volna, hogy beleszaladt a Bayern abba a szakaszba, amikor egy Paris Saint-Germain majd játszva elintézi a Neymarjával, a Bappéjával, a Messiével. Hát ehhez képest most a Paris Saint-Germain intézi el játszva lassan a francia bajnokságban is minden ellenfél. Úgyhogy itt az a kérdés, hogy hát nagyon idézőjelesen a roncs derbi kit talál kevésbé rossz állapotban, mert én most bevallom, nem tudnám megtippelni, hogy akkor melyik lesz a továbbjutó. A monakói bajnokit kihagyták a... Azt hittem, kim voltál. Nem. Barátaim kiutaztak egyébként a meccsre, és mondtam, ha valaki lemondja, pont ráérek a Saint-Germain Bayernre. És Messi és Mbappé hiányzott a bajnokin kisebb sérülés miatt, de azt most már edzettek. Egy valóban olyan meccs, nem mernék tippelni. Tehát bármilyen eredménybe következhet. Tehát nyerhet a Saint-Germain 3 góllal, de nyerhet a Bayern is 3 góllal. Tehát egy egészen elképesztő pár. Azt gondolkodtam, mit fogok ma nézni, de nyilván ezt a meccset fogom nézni, kevésbé a Milan Tottenhamet. Tehát ezen a szinten már tényleg egészen apró dolgok döntenek. Például a Milan is félelmetes, a tavaly bajnoki címet óriási bravúra megnyerték Pioliék, utána a vereség hátán teljesen... A világbajnokság óta a top ligák csapatai közül azt hiszem a Milan van a legrosszabb formában. Tehát nyilván őket azért, vagy őket is érintette a decemberre, novemberre odavágott világbajnokság, és hát most ünnepelni kellett, hogy nyertek egy meccset a hétvégi fordulóban. Nem, mintha a Tottenham mondjuk brillírozna a Premier League-ben. Ott az edzőnek volt a vakbélműtétje, és nem nagyon edzett, nem nagyon foglalkozott a csapattal, nemrég tért vissza Conte, de az biztos, hogy egy jó Milánnak
egy Tottenhamet, egy angol bajnokság negyedik helyzetjét meg kell vernie. Én úgy gondolom, ott a Milán még így is, hogy szétzúzta magát az a csapat az elmúlt egy hónapban, így is talán nyerni fog, de egy komoly párharc lesz, de biztos én úgy gondolom, hogy ezen a szinten ott már nagyon apróságok döntenek. Itt nézem a Brüss Benficát, például a Brüss, én zseniálisnak tartottam a tavaly őszt, hiszen egész, az ott az első csapat, amely csoportkörben kivívja a továbbjutást, és 4 győzelemmel. És nem sokkal később kirúgták az edzőt, mert a bajnokságban nem szerepeltek úgy. Tehát érdekes, én nagyon jó felépítménynek gondoltam, és nagyon szimpatikus egyesület. Disz Laci volt az első magyar BL futballista, aki náluk játszott 93-ban, és egy végtelen gyönyörű város, nagyon szimpatikusak, és nem is értettem, hogy találnak egy edzőt, aki a saját utánpótlásból jön, és félelmetesen jó futballoztak, majd jön egy bajnoki hullámvölgy, és elküldik. Ez egy viszonylag a korábbi két párosításhoz képest egy Brüss Benfica, nem annyira erős párosítás, de az is érdekes lett, mint ahogy a Dortmund Chelsea. Hát ugye hol? Igen, ez a Brüss Benfica, ez ugye már szerdai párosítás, és a Dortmund Chelsea is, ami pedig számomra elsősorban azért érdekes, mert tényleg a Chelsea soha nem látott pénzt elköltött az elmúlt egy-két hónapban, vagy inkább a téli átigazolási időszakban néhány hét alatt. Brutális pénzeket, tényleg világbajnok játékostól kezdve mindenkit megvásároltak. Nyilván egy csapatépítéssel jár ez együtt, azt hiszem 3 vagy 4 új játékost neveztek be a keretbe, miközben kimaradtak elég nagy nevű játékosok. És hát van egy Dortmund, amelyik meg a maga hátterével, hangulatával, atmoszférájával, filozófiájával tényleg bárkire veszélyes lehet. Nekem a nagy kérdés az, hogy ezek az európai élklubok és az azok közt meglévő, valamennyire azért meglévő erőkülönbség az mennyire fog megmutatkozni, mert a Premier League általános erejéből kiindulva én azért se a Tottenhamet, a Milán, se a Chelsea-t, a Dortmund ellen nem érzem esélytelenebbnek, annak ellenére, hogy a saját bajnokságukban amúgy vergődnek. Hát ez lesz most az érdekes, hogy ugye a felsorolt csapatok vergődnek a saját bajnokságukban. A legérdekesebb szerintem egyébként az utolsó párharc a Dortmund Chelsea lehet abból a szempontból, hogy a Chelsea-hez tényleg megjöttek a nagy sztárok, már emeletes busszal járnak ugye a képek tanúsága szerint, mert normál buszban nem fér be az egész csapat, és ott szerénykednek a tabella most már lassan második felén, és az, hogy tehát nekik ez az esélyük arra, hogy megmutassák, hogy ők a Chelsea, tehát a bajnokság az már elszállt, teljesen mindegy, hogy ötödikek lesznek, vagy tizedikek, nyilván klub szempontból nem, de abból a szempontból, hogy mit érnek el vele, abból a szempontból teljesen mindegy. Úgyhogy itt a Bajnokok Ligájában lehet vitézkedni, és ugye láttunk már olyan Liverpool győzelmet Bajnokok Ligája szinte, hogy senki nem számított rá, hogy megnyerik, és utána változtatták meg a szabályokat, hogy az aktuális BL győztes indulhat akkor is a Bajnokok Ligájában a következő évben, hogyha az elért helyezés nem predesztinálja őket erre. Na jó, meglátjuk, hát nem sok időnk maradt, úgyhogy csak egy kérdést tennék fel, és akkor nem csak ezekbe a párharcokba belekapaszkodva, hanem hogy szerintetek ki nyeri a BL-t az idén, mert én megmondom őszintén, nekem most már 10 éve lassan az a kérdés, hogy a Manchester City egyszer képes lesz-e, hát most már lassan azt kell mondani, hogy nem is a világ leggazdagabb, vagy legtöbbet költő klubjaként, mert itt egy Chelsea fél hét alatt elköltött annyi lóvét körülbelül, amennyi Guardiolának most rendelkezésére állt. De nagyon nehéz elnézve a csapatokat és ismerve a pillanatnyi formát szerintem jósolni. Hát főleg, hogy a City-nél is ugye most kicsit gondok vannak a papírügyekkel a saját bajnokságokban. Lehet, hogy jövőre már Chelsea-nél is indulhatnak, de még utoljára megnyerik. Mikor jönnek ez a sok igazolás után a pénzügyi fair play szabályok megsértése nyomán a nyomozások. Nem, nagyon nehéz. Meg itt tényleg, amit a Szilárd mondott, hogy most beszélünk a BL párosításokról, és arról van szó, hogy melyik csapat van a legrosszabb formában a két csapat között. Tehát, hogy így nagyon, nagyon érdekes előjelekkel várhatjuk szerintem ezt a Bajnokok Ligája mérkőzéseket. Bayern megnyeri a végén, Laci? Ha Bayern a PSG-n túlmegy, már pedig túlmegy, akkor megnyeri. Na hát ez egy jó konkrét jóslat. Az Európa Ligában is játszanak meccseket, nem fogom elsorolni, de van egy párosítás, aminek kapcsán most leszkonderezheti egymással Szilárd és Zsombor. Barcelona, Manchester United. Megnézzük. Nem tudom, ez egy spanyol és egy angol csapat, Európa Liga, igen, ismerem őket. Hallottam már róluk. Nem is szerepelnek olyan rosszul saját bajnokságukban egyébként, mint a BL-ben szerepel. Jó érzés nézni az Európa Ligában a pár harcot? Hát életemben először kimegyek egy Fradi hazai meccsre, ha Barcelonával játszanak majd.
Én is ellátogatok, igen, majd a Manchester meccsére ide a stadionba. Na hát ez már csak ezért is várjuk, hogy melyik gigász fog tovább jutni. A dönkőre? Igen. Igen. És jövő héten megnézzük a továbbiakat, meg persze minden egyebet, ami történik a fehérvári sportban, illetve tágabb környezetében. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok, és köszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet. Viszontlátásra! Termékmegjelenítést tartalmazott.